Az idősek világnapjához kapcsolódó ünnepség több, mint egy szokásos esemény Kurdon. Több, mint a jelen, a múlt és a jövő találkozása, több, mint egy műsoros délután, mondja elöljáróban a polgármester. Sajnos azt kell mondanom, hogy tapasztalatom szerint a különböző utcákban lakó idősek majdnem, hogy csak ezen a napon találkoznak egymással. Kevés az olyan programunk, amiben az idősek, fiatalok, a falunap, ami van még ezen kívül, a ciklusban, tehát az elkövetkezendő ciklusban, a ciklus programomba is beírtam, hogy nagyon-nagyon szeretném a rendezvényeket minél színesebbé tenni, hogy minél többször tudjanak összejönni az idősek, fiatalok együtt. Abban lakik egy mészáros, kinek nevem Virág János. Abban lakik egy mészáros, kinek nevem Virág János. A helyi fellépők közül a legnagyobb sikert az óvodás csoport aratta, jó néhány nyugdíjas unokáját, mi több dédunokáját fedezhette fel a színpadon. Szerettünk volna egy egységet teremteni, hogy minél szebbek legyenek a gyerekek a színpadon, azért jelentünk meg népviseletben. A betanulás nem tartott sokáig, mert a napi tevékenységek során sokat táncolunk a gyerekekkel. Ezt a kis összeállítást a mindennapokból válogattuk össze Erika óvónéni segítségével. Az unokákat, dédunokákat látni itt nyugdíjasan vagy idős fejjel, annál szebb dolgot nem tudunk nyújtani. Tehát a csokornak azt gondolom, hogy a fiataljaink a legfontosabb részei. A nézőközönség soraiban a megye minden bizonnyal egyik legidősebb embere, a 100. születésnapja felé erősen közelítő Kovács Gyuri bácsi, aki mennyével érkezett. Tőle megtudtuk, a látásában erősen korlátozott férfi állapota jó, életvitele nem igényel állandó szoros 24 órás felügyeletet, akár 2 napig is el tudna lenni egyedül, ha hagynák, de mindig van mellette vagy a közelében valaki. El vagyunk vele, 49 év vagy együtt vagyunk. Aha. Apósom, úgyhogy sokszor elesik. Aha. És hát ugye elég szegénykémet felemelni. Mennyit tud menni önállóan? 10-15 méter? Felügyeletnél? Többet. Elmegy ki a kert végére mindenhova, úgyhogy nem. De azért felügyelő kell, mert bármikor elesik. Kell. Gyuri bácsi memóriája jó. Még mint túlélő, hazatérő, a Donkanyart, az ő sztoriát, benne az ő nagy szerencséjét elmesélte nekünk. Én nagyon romantikusan jöttem haza, én század érnök voltam. Aha. Akkor. A század pancsom mesebesült, és azt mondta a kívánsága, hogy én kísérjem haza. Kurd lakosság az elmúlt 10 évben közel 100-al csökkent, ami komoly veszteség. A polgármester azonban nem csupán a kincstári optimizmusával említette, hogy ez a folyamat megállítható lesz. Az óvoda és az iskola program, hál' Istennek tette hozzá, prioritás lesz az elkövetkezendő évek helyi fejlesztéseiben. Nem olyan régen az óvodánkban növelni kellett a statisztikai létszámot, mert úgy néz ki, hogy egy átmeneti csökkenés után talán stagnálni, vagy esetleg talán még némileg növekedni is fog a gyermekek létszáma. És bízunk benne, hogy az időseinkre minél jobban tudunk vigyázni, hogy minél hosszabb és szép életet éljenek, és akkor talán stagnálhat ez a következő években.